fáraónak az a története, hogy egy alkalommal a barátaimmal fölkerékpároztunk Szilvásváradról Csipkéskútra, és bementünk a méncsikok közé, és az egyik méncsikó kiválasztott. És bármit csináltam, bárhogy forogtam, mindig a hátam mögött volt, és mindig itt éreztem a lehelletét a nyakamban. Aztán utána elhesegettük a ménest, elzavartuk a lovakat, megint elkezdtek visszaszivárogni, és újra megérkezett, és valahogy engem kiválasztott. És akkor, hát mondom, milyen szép ez a csikó, mondom, mi lehet ennek az apja? És akkor megnézem a sütését, és akkor itt van rajta, hogy a favori 30-as, amiről tudni kell, hogy az én eredményes, és azt lehet mondani, hogy az egyik kedvenc lovam volt a pályafutásom során, aki most Szilvásváradon favori 30-as törzsménként vesz részt a tenyésztésben. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes találkozás volt, egy ilyen érdekes szerelem, aztán utána el is feledkeztünk a dologról, és következett a lóárverés, az online árverés. És akkor megláttam az online árverésen a lovak között egy favorit, és nem nagyon tudtam beazonosítani, hogy most arról a favoriról beszélünk-e, akivel mi olyan jól összebarátkoztunk Csipkéskúton, vagy egy másik lóról. És akkor elkezdtük visszafelé nézegetni, a barátaimnál voltak fényképek, és akkor a fényképeken visszanéztük, hogy mi a sütése a lónak, és láttuk, hogy hát erről a lóról van szó, szóval ő került az online árverezettek lovak sorába, és akkor az online árverésen megvettem a favorit. Elhoztuk, azóta már betanítottuk fogadba, bár még túl sokszor nem volt, talán egy 10-15-ször volt befogva, meg egyszer már ültem rajta. De hát ővel az a terv, hogy majd szépen be lesz hajtva, be lesz lovagolva, és aztán reméljük, hogy jó sok időt tudunk majd együtt tölteni. Még annyi tartozik a történethez, hogy hát mivel hogy azért a kettes fogadhajtás életemben egy elég jelentős szerepet kapott, úgy gondoltam, hogy hát egy ilyen fiatal lipicai csikóval sok mindent nem lehet kezdeni. És akkor egy másik alkalommal szintén fölkerékpároztunk Csipkéskútra, és akkor vettem mellé az árverezésből megmaradt csikók közül egy sziglavit, úgyhogy most ők így vannak ketten, és akkor így tervezem őket kettesbe hajtani, de természetesen itt csak ilyen hobbizgatásról van egyelőre szó, de hát azért látszik, hogy egy gyönyörű ménről beszélünk. Fáraó, azt a nevet kapta. Hogy tudod, hogy rólad van szó?